Nyári időszakban rengeteg idény, gyümölcs van, és természetesen zöldségek is, de a gyümölcsnél mindig elgondolkodik az ember, hogy most akkor ebből lehet enni, mennyit lehet enni, miből lehet enni. Ádám, miben tudnál segíteni? Együnk gyümölcsöt, vagy ne vegyünk gyümölcsöt, illetve milyen gyümölcsöket fogyasszunk? Igen, ugye nagyon elterjedt mostanság, hogyha valaki diétába fog, kemény diétába, akkor mellőzi a gyümölcsöket. Meg kell különböztetnünk mindig, és én ezt nagyon hangsúlyozom, hogy szerintem egy hétköznapi embernek, egy jó értelemben vett hétköznapi embernek nem kellene megvonni magától mindent, hiszen hát oké, hogy egy versenyzőnek mondjuk a diétájából ezt mellőzni kell, de egy hétköznapi embernek nagyon sok örömet és segítséget adhat. Hiszen hát mi az, amit szoktunk elsőre mellőzni? Az édességet, az édes dolgokat. És a gyümölcsök tökéletesen tudják esetlegesen pótolni ezt. De hogy miért félünk tőle? Az ugye a cukor, mert hát elterjedt, hogy a cukor az a nagy ellenség, és hogy azzal csínyán kell benni. Ez igaz is egyrészt, de hozzá kell tennünk azt, hogy ez főleg a feldolgozott formában lévő cukorra vonatkozik, magyarázva a fruktóz, hogyha a gyümölcsökben benne van természetes formában, akkor a gyümölcsben egyébként nagyon sok minden más egyéb van, ami segíteni fog abban, hogy a felszívódásnál ezek a cukrok ne úgy viselkedjenek, mint esetlegesen mondjuk egy feldolgozott, iparilag előállított, vagy ipari folyamatokon túl keletkező történet. Van mondjuk azért a gyümölcsök között olyan, amiben tényleg viszonylag magasabb a cukortartalom, vagy bármelyiket fogyaszthatunk, vagy gondolok itt arra, hogy nyilván a mennyiség itt sem mindegy. Persze, egyrészt ugye a mennyiség a lényeges. Ugye az lenne nagyon jó, hogyha ténylegesen beváltanánk azt, amit szoktunk mondani, hogy változatosan étkezzünk. Ebben helye van a zöldségeknek, helye van egyébként a gyümölcsöknek, sok minden más egyébnek helye van. És a túl sok, mint minden területen az életben, itt is igaz, hogy nem lesz jó. Aki egy diétánál van, annak figyelnie kell arra, hogy jól válogass össze a szénhidrátokat, és így módon egyébként lehet azzal játszani, hogy eszik is szénhidrátot, de azért egy kicsit lassabban felszívódott, vagy úgy párosítja esetleg az ételeket, hogy lassítsa, hogy tudja lassítani a folyamatokat. Egyébként pont erre igaz az, hogy a gyümölcsökben ugye található rost, a rostok pedig segíteni fognak abban, hogy a cukrok minél lassabban, minél elnyújtottabban tudjanak felszívódni. Így módon pedig nem lesz az, amitől félünk, hogy a cukor sok, ha szabad így fogalmazni, hogy mindenki ettől tart. Joggal is egyébként, mert ugye a feldolgozott formában lévő cukor, az mindenképpen azt fog okozni. Hogyha innen választani kéne, akkor te mit fogyasztanál szívesen, ami mondjuk minden elvárásnak megfelel? Nagyon fontos az, hogy szeretjük a zöldségeket és a zöld dolgok, és azt gondoljuk, hogy csak a zöld dolgok lesznek a szépek, az egészségesek. De hogyha gyümölcsöket fogyasztunk, akkor egyébként mondjuk az antioxidánsok szempontjából nézhetjük azt, hogy melyiknek milyen a színe. És mondjuk én valószínűleg a turmixomban szoktam reggelente inni egy ilyen zöldség-gyümölcs kombinációi turmixot, az áfonyának biztosan lesz benne helye. A másik nagyon fontos történet, hogy nekünk úgy kell tudni választani, hogy mindig idén gyümölcsöt válaszunk. Mert ugye azok lesznek biztosan magyarok, ez fontos egyébként, szerintem nekem legalábbis fontos, hogy azokat a növényeket fogyasszam, ami itt helyben, vagy legalábbis a mi közvetlen környezetünkben esetlegesen Magyarországon termett meg, mert valószínűleg ez lesz a legjobb a szervezetünknek is. Ha esetleg olyat találunk, ami nagyon ideje korán barack és minden más egyéb már itt van a polcokon, az valószínűleg nem magyar. És azt is tudnunk kell, hogyha ez a gyümölcs vagy zöldség utazott 2-3 hetet, akkor valószínűleg nem teljesen érett állapotban lett leszedve, az pedig megint nem ugyanaz lesz, mint amikor érett formában ide kerül. Mit tegyünk a meggyel? Együk!